Innen nézve akár koncert is lehetne, de ez az utóbbi évek egyik leglátványosabb tüntetése volt Budapesten a Hősök terén. 2017. április 12-én több ezren tiltakoztak a civil szervezetek működését szabályozó törvény ellen, a tér közepén óriási szívet alakítottak ki. A demonstrációból aztán éjszakába nyúló kormányellenes megmozdulás lett a főváros több pontján. Tüntettek a Fidesz Lendvai utcai székházánál. Szabad ország, szabad egyetem! Az Oktogonon. És későn este a Kossuth téren. Konzultálni jöttünk, skandálta a tömeg, és ezt a mondatot az országzászló rúdjára is felírta valaki. Utóbb kiderült, hogy egy 37 éves nő, aki filctollal még azt is odaírta, hogy pártállam. A rendőrség eljárást indított ellene, az ügyészség vádat emelt, a bíróság pedig most 2 év után döntött, 120 ezer forintra bírságolták. Bár az országgyűlés hivatala az eset után azt közölte, hogy 660 ezer forint káruk keletkezett, a vádiratban már jóval szerényebb, 50 ezer forint alatti összeg szerepel. Az ügyészség szerint ebben nincs semmi rendkívüli. A vagyon elleni bűncselekményre tipikusan jellemző, hogy az elsődlegesen rögzített nyomok az elsődlegesen beszerzett adatok alapján meghatározódik egy elsődleges kárösszeg, és a nyomozásnak feladata az, hogy amennyiben ezt nem fogadja el a terhelt, a védő, illetve ez nincsen hitelesen alátámasztva, akkor akár szakértői bizonyítással, akár más módon tisztázza a pontos kárösszeget. A bíróság tárgyalás mellőzésével hozott úgynevezett büntető végzést az ügyben, de a rongálással vádolt nő és ügyvédje nem fogadta el a 120 ezer forintos bírságot. Ők ragaszkodnak a tárgyaláshoz, ezért az ügy a bíróságon folytatódik.